Boldog, hol a kocsikus, boldog születésnapot kívánjuk, hogy ó, Isten anyám, hát hogy van ez összerakva? Penav, leátkozott Tedina, csak egy tortát viszek, nem a... leátkozott az a pusztulat, azt mondta nekem, csúság vagyok, egy útalatos dög vagyok, úgy nevezett engem a telefonban, Dikma, amíg ez is. Kivel, ha nem a... A sugarbolyjal történik meg ez, hogy... hogy tényleg Isten lássa lelkemet, nem akartam, nem direkt volt, nem én akartam. Bocsássa meg nekem az Úr, hogy ez így történt. Dikma! Jaj, Dikma! Nem tudom, hogy kizuhant-e, vagy én botlottam meg, vagy, vagy én vittem rosszul. Ezt tényleg nem tudom eldönteni, ezt majd vissza kell néznem, hogy mi történhetett, és akkor tudok véleményt alkotni, hogy én hibáztam-e, vagy a cipőm, vagyis nem is a cipőm, a papucsom. Na, Edina, je! Így leátkozta engem, te nem szégyeled magadot, hogy csak én tortát, na születésnap-e, születésnap-e, így hozzá Edinához, hát így ma, gyerekek, ne haragudjon ma meg a világ az éma. Az a boszorka, Edina, megszúrta atokkal. Ha biztos csak tortát vetti a feleségednek, no a tortát te ide ne hozzád, nekünk nem kell a te tortát, ezt gondoltam magamban. Szépen összelapátoltam a tortát, vissza a dobozba, és gó a szülinapban.